Köszöntöm a Pécsi Kör nézőit, lássuk, mit kínálunk a következő közel fél órában. Tartsanak velünk! Tömegsír feltárása. Megkezdték a 4-es számú tömegsír feltárását a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Fizikai aktivitás agytorna, közösség. Országos örömtánc találkozó Pécsen. Egyedülálló koncertélmény. Németországi harmonika együttes Újpetrén. Latin, roma, pop dallamok. Dánielfi Gergő a Sétatér Fesztiválon. Megkezdték a 4-es számú tömegsír feltárását a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Az 5 tömegsír közül a 3. számú feltárását és vizsgálatát az antropológusok és régészek még 2022 őszén befejezték. Idén júniusban a 4. számú tömegsír feltárásával folytatják a tudományos munkát. Stábunkkal a helyszínen jártunk. Jelenleg a 4-es számú tömegsír feltárását végzik a szakemberek a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Viszonylag könnyű helyzetben voltak a Janus Pannonius Múzeum régészei, ugyanis 1976-ban ezt a tömegsírt már feltárták. Pontosan lehetett tudni, hol, mire kell számítani, mondta Györfi Villám Zsombor, a múzeum régésze. Az első lépcső az, hogy a felső földréteget eltávolítjuk, ez történik még a viszonylag nagyobb szerszámokkal, esetleg gépérővel. És amikor elértük a vázszintet, a vázaknak a rétegét, akkor váltunk át a nagyon finom szerszámokra és finom eszközökre. Most éppen ez a folyamat zajlik. Illetve azért 1976-hoz képest egy hatalmas változás a dokumentálásnak a módja. Ugye itt lehet látni mögöttünk mérőállomást, illetve azt is, hogy számítógépen dolgoznak a kollégák. A dokumentálás az elsősorban fotó 3D alapú, tehát nincsenek már meg minden esetben azok a hagyományos papír alapú rajzok, amiket még abban az időben használtak. Nem csak csontok kerülnek elő, hanem egyéb tárgyi emlékek is. Olyan fémtárgyak, amelyek nem bomlottak le a közel 500 év alatt, tette hozzá a régész. Eddig párizsi kapcsokat, zsinórvégeket, illetve egy csatot találtunk, tehát ezek mind olyan tárgyak, amik az egykori ruházathoz kapcsolódnak. A tömegsírnak a mérete az viszonylag kicsi, a többi másik 4 tömegsírhoz képest az a legkisebb, de ettől függetlenül azért viszonylag nagy számú vázra számítunk benne, tehát limitált az, hogy mekkora helyen és hány ember tud egyszerre dolgozni. A váz sűrűség, illetve a rétegnek a vastagsága az így az előzetes kutatások alapján nagyjából egy ilyen fél méter lehet, és azon a fél méteren és nagyjából 6-8 négyzetméteren zsúfolódik össze 100-150 ember, úgyhogy ez azért nagyban nehezítés. Hát mondhatjuk azt is, hogy hátráltatja, vagy lassabbá teszi a munkát. Az ország különböző pontjairól érkeztek ide szakemberek a feltárási munkákhoz. A Szegedi Tudományegyetem antropológiai tanszéke 2020 ősze óta részese a Mohácsi tömegsír feltárási munkálatoknak. A feladat részben antropológiai kötődésű, tudtuk meg Pálfi Györgytől, az ásatás antropológus vezetőjétől. Anatómiai rendezetlenségben, teljes káoszban találjuk a csontvázak nagy részét összekeveredve a gödörben. Őket megfelelő antropológiai, anatómiai ismeretek birtokában szét kell tudni válogatni, egyénekre kell tudni azonosítani, ami nem egyszerű feladat. Sokszor itt nem is végzünk vele, hanem a későbbi laboratóriumi vizsgálatok során kerül erre sor. De igyekszünk itt a maximális információt összegyűjteni és regisztrálni a csontvázakról, nemüket, életkorukat, betegségeiket, sérüléseiket, amiket csak meg tudunk állapítani itt a helyszínen, följegyezzük, dokumentáljuk, hogy aztán a laboratóriumi vizsgálatok során ezek ne vesszenek el, és kiegészítésre kerülhessenek. Olyat, hogy 100%-os megmaradás egy egyén csontváza esetében nem várhatunk el, tehát az a 200 valahány csont beleértve az legapróbb újperceket is nem marad a helyén. A tömeges bomlás során az újpercek, lábújpercek, apró csontváz elemek elmozdultak a helyükről, és van, amelyiket soha nem tudunk visszarendezni,
azonosítani az eredeti helyére, de a nagy csontokat, a nagy váz elemeket, bordakosár, gerinc, medence, váll, lövcsontjai, hosszú csontok, koponyák, már amennyiben a koponyák a helyükön maradtak, mert itt nagyon sok esetben a fejet leválasztották a testtől, és külön kerültek be a sírba, de a legtöbb esetben azt figyelhetjük azért meg, hogy az áldozatok elpusztítása volt a cél, és nem a tényleges lefejezés. A helyszín a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság területéhez tartozik. Az őrszolgálat vezetője elmondta, mivel a terület vagyonkezelője az ő hatáskörüket érinti, ezért a Janus Pannonius Múzeum régészeivel, illetve a Szegedi Tudományegyetem antropológusaival megegyeztek, hogy ezeket a munkálatokat ők elvégzik. Jelenleg a 4-es számú tömegsírnak a feltárása folyik. Teljesen ki van nyitva a sír, ezt lehet is látni, és hát a végső eredmény, vagy végső célunk az az, hogy a 2026-os 500. évfordulóra ezek az emberek, akik itt a csatában próbáltak helytállni a betörő ellenséggel szemben, megkapják azt a végtisztességet, amit megérdemelnek. Ha ránézünk a sírra, lehet látni, hogy ez mindenféle kegyeletet nélkülöző módon temették el őket, és ezt szeretném mi megadni nekik 2026-ban. A másik cél, hogy a felszínre hozott egyéb leletek és kutatási eredmények alapján a nemzeti kegyeleti szempontoknak megfelelően egy új kiállítást kívánnak létrehozni, amelyet 2026-ban bemutatnának az ide látogatóknak, tette hozzá az őrszolgálat vezetője. Annak ellenére, hogy komoly munka folyik a helyszínen, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely továbbra is fogad látogatókat. Az ott dolgozó régész szakemberek tájékoztatást adnak a munkálatokról. Az ország minden részéről érkeztek örömtáncosok Pécsre június utolsó hétvégén. Egy roadshow negyedik állomása volt ez az esemény, ahol közel 500-an táncoltak együtt a városi sportcsarnokban. Az örömtánc az idősek, jellemzően a 70 év közelében járók egyre kedveltebb elfoglaltsága hazánkban. A mozgás, az együttlét, a táncok tanulása segít a testi-lelki egészség fenntartásában. Megtelt a pécsi sportcsarnok küzdőtere örömtáncosokkal június utolsó hétvégéjén. A kánikula ellenére mintegy 500-an érkeztek az ország különböző településeiről. A roadshow Dunakesziről indult a Reddit Idősbarát Egyesület kezdeményezésére. Az Idősbarát Egyesület egy éve márciusban jött létre. Szeniortánc oktatók által hoztuk ezt tulajdonképpen létre, csak ezt egy picit kibővítettük, hogy ne csak a táncról szóljon ez a történet, hanem legyen úgy, hogy országszerte olyan programokat szervezünk, ahol a korosztályunk részt vehet, kipróbálhat különböző sporteszközöket, különböző sportágakat, és akkor hát, ha megkedveli valamelyiket, és akkor ő is rendszeresen fog valamit csinálni, mondjuk táncolni, de most már tartunk egyensúlytréninget, gerinctréninget, sőt volt egy nagyon nagy pályázat által elnyert szenior sportnapunk, ahol a sárkányhajózástól, az íjászattól sok mindent ki lehetett próbálni. Ez viszont, ami most itt van, ez a negyedik állomása az országos roadshow-nak, ami a táncról szól, kizárólag a táncról. Úgy néz ki, hogy Dunakesziről indult, ott volt az első, majd a következő Kecskeméten, Veszprémben, és most itt vagyunk negyedik alkalommal Pécsen. A szervezés az ugye úgy indul mindig, hogy valamelyik oktatótárs azt mondja, hogy szeretném, ha az én városomban is lenne, akkor azt mi felvállaljuk, a szervezést felvállaljuk, hogy elkérjük az önkormányzattól, ezúton is köszönjük szépen, ezt a termet is megkaptuk itt a pécsi önkormányzattól, meg a többi városban is megkaptuk a sportcsarnokokat. Kisebb helyre már nem tudunk menni, mert olyan sokan vagyunk. Most például a Nyíregyházától, Győrön át, Sümegről, Kaposvárról 25 oktató jött, legalább 40 településről. Mivel hogy a szenior örömtánc arról szól, hogy az oktatók ugyanazokat a koreográfiákat tanítják mindenhol heti rendszerességgel a táncórákon, ezért bármely táncot el tudjuk táncolni közösen, és ebben ez a nagyszerű. Látjuk most itt a visszajelzés, az ebből is látszik, hogy ide 400-an eljöttek most táncolni ebben a melegben, és azért ide utazni kell. Nem kevés, ugye úti költség már nekünk nincs, de azért nem kevés idő az, amíg ide utazik. Sőt, van, aki most 3 napra jött,
és ezzel akkor ők az itteni tánccsoportoknak az órájára elmennek, megnézik a várost, megnézik a Zsolnai negyedet, hát ismerkednek a várossal. Az itt lakó táncosok megmutatják azokat a helyeket a városban, amiket egyébként mi azt se tudnánk, hogy olyan létezik. Ismerettségek szövődnek. Látták biztos, hogy mindenféle színű pólókban vannak. Ez ugye jelzi, hogy honnan jött körülbelül. Akkor már ismerősként üdvözli, hogy jaj, te nyíregyházi vagy, jaj, szia, te kaposvári vagy, mert te a pink színűben vagy, tehát hogy meg is ismerik egymást, lehet, hogy nem tudja, hogy ő pontosan kicsoda, de azt már tudja, hogy honnan jött. Hihetetlen módon sokat jelent ez, például ugye regisztrálni kell erre az eseményre. Megtanulták használni az okostelefont, megtanultak regisztrálni, hogy ugye részt vehessenek rajta. Tehát nagyon-nagyon sok előnye van ennek, de a legnagyobb előnye a közösség és az, hogy mozog, és nem fog rászorulni segítségre, csak sokkal később. És ennek a család is örül általában. A szenior örömtánc legtöbbünknél úgy kezdődött, hogy nyugdíjasokká váltunk, és kerestünk egy olyan mozgásformát, amit most már ugye több idő lévén tudunk végezni. Így kerültem a szenior örömtánccal kapcsolatban. És mivel az elnökünk tartott ilyen szenior örömtánc táborokat, ahol én is részt vettem, és ez engem nagyon tetszett, hogy ott az ország több részéről jöttünk, és akkor ott 2-3 napig együtt táborozva táncoltunk. Tehát én így ismertem meg konkrétan ugye az elnökünket, és így kaptam meghívást az egyesületbe, és azóta ugye a településemen, Dabason és környékén, ahol oktatok, ott tartok szenior örömtáncot, illetve a Reddit Idősbarát Egyesülethez csatlakozván, pedig az országos rendezvényeken segítek ugye a rendezvény megszervezésében és ugye a lebonyolításában, és ezért vagyok most itt a csapatommal, de mi 3 napra jöttünk, hisz Pécs akkora város, hogy ez mellett a rendezvény mellett nem tudjuk bejárni, de a nagyon szép helyszíneket igyekszünk. Férjemmel mi táncolni szerettünk. Na de kevés lehetőség van már, ugye, ahogy az ember idősödik, mert már bálok nem nekünk valók, ugye ezek nem. És akkor mondtam a férjemnek, hogy hát táncolni szeretünk, keresünk egy olyan mozgásformát, ahol nyilván valami zenére mozgás lesz, és itt találtunk végül is, és a férjem is jár táncolni, és van még egy házas párom, akik járnak, tehát ez azért a pasiknak is nagyon bejönne, csak ők bátortalanabbak. Az az igazság, hogy ez a szenőr örömtánc, én azt tapasztalom, hogy leginkább ilyen szájhagyomány útján tud terjedni. Tehát ha egy városban megalakul a szenior örömtánc csoport, a legnagyobb toborzó ereje annak van, ha egymásnak adják az infókat, és hívják egymást, gyere, próbáld ki. Ha nem tetszik, nem jössz, de ott fogsz maradni, és így alakulnak a csoportok, és így bővülnek. Az esemény pécsi háziasszonya Nagy Mária volt. Ez a 4. rocsó Pécset. Én mind a 3 rocson részt vettem. Én olyan élményt éltem át, hogy azt gondoltam, hogy Pécs városába meg kell, hogy ezt rendezzük, meg kell, hogy hívjuk az örömtáncosokat, mert ez egy csodálatos dolog. Na most én akkor a 3. rocsónál Editnek említettem, hogy mit szólsz hozzá, ha Pécset ezt megcsináljuk. Azt mondta, oké, megszervezed? Igen, megszervezem. Egy ilyen összetartó erő, hogy mi együtt vagyunk. Én ezt ott érzem nagyon, mert nekem Pécset és Pécs környező településein, nekem 6 nagy csoport, nekem közel 150 táncosom van. Tehát egy harmada. És ők itt vannak most velem, és én 6 helyszínen oktatok, és a Pécsi Tudomány Egyetemen is oktatok. Hát ott is fantasztikus csapatom van, és azt érezzük, hogy amikor milyen idősek vagyunk, ugye azért már a többség az 70 és 80 között, és amikor így összejövünk, együtt vagyunk táncórán, az egy csodálatos élmény, amit átélünk. Tehát akkor mindent elfelejtünk. Elfelejtjük, hogy fáj a lábunk, bármi, itt fáj, ott fáj, semmi nem fáj. Óra végén akkor ismét fáj. Szóval azt gondolom, hogy az idős embereknek ez az összetartozás, ez a mozgás öröm agytorna, ez egy fantasztikus, ugye, mert azért most már kutatásokkal megállapították, hogy 60 felett is úgynevezett fiatalabb korba elindul a demencia, illetve az Alzheimer kor.
és nálunk az, hogy megtanuljuk a koreográfiát, hogy figyelek a páromra, figyelek a ritmusra, tehát ezek mind olyan dolgok, abba az egy órába nagyon keményen, nagyon intenzíven kell koncentráltunk. Tehát ez egy csodálatos dolog, és az, hogy együtt vagyunk, és nagyon sok a magányos idős ember. Sőt, a táncórán kívül baráti társaságok is alakultak, úgyhogy elmegyünk rendezvényekre. Most én kedden, én nyári időszakban a Balokány Ligetbe szoktam, mindig kedden délelőtt 10 órakor összejövünk, együtt táncolunk, zsíros kenyerezünk, szóval csodálatos így együtt lenni. És ez a rendezvény, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát Editék fölvállalták ugye a országos szervezét, én pedig itt most. És remélem mindenki jól érzi magát, én meg nagyon boldog vagyok. Az eseményen a baranyai pécsi örömtáncoktatók és csoportjaik is bemutatkozhattak természetesen. Csupa öröm ez a tánc, és töretlen népszerűségnek ölvend, most már lassan negyedik éve Szentlőrincen és Szigetváron is, Pécset 2 éve van csoportom, de nagyon-nagyon szeretnek jönni a táncosok, minden óra vidám hangulatban telik. Örülünk egymásnak, örülünk az új táncoknak, jókat nevetünk, ha éppenséggel nem sikerül az a figura, amit mint oktató kérek tőlük. Közös programokat is szoktunk szervezni, kirándulni, biciklizni színházba, táncos estekre, tehát a környező településeken, ha ilyen-olyan bálok vannak, akkor többnyire bennünket ott megtalálni. Ha nem is az egész csoportot, de egy-egy magot biztosan. Eleinte, amikor ilyen rocsora jártam, ugye ez már a negyedik, és az első még csak ketten voltunk, tehát az egy táncos jött velem, a másodikra már hárman mentünk, a harmadikra már 8-an, most pedig 20-an vagyunk. Tehát ez azt gondolom, hogy ez egy hatalmas fejlődés. Azért ajánlanám, mert mozgás, öröm, agytorna, ez a szlogenünk. Tehát a mozgás okozhat örömet. Nekem van közel 80 éves táncosom is, aki eleinte nagyon bizonytalanul mozgott. Legtöbbször csak a körtáncokban érezte biztonságban magát, mert hogy tényleg nagyon bizonytalan volt, és sokat javult, és most itt szerepelt velünk. Tehát, hogy, és most már a blokktáncokban is, ahol ugye nincs készfogás, tehát ott is nagyon, nagyon jól helytáll. Mindenféleképpen javít az időseknek az egészségén, hogy úgy mondjam. Jó, tehát érdemes időben elkezdeni, tehát minél előbb, tehát nem megvárni, amikor már ugye nem tudunk. Tudok egy olyan példát is hozni, hogy van egy táncosom, szintén ő már 80 éves, és hát fáj mindene, csipője, stb. De van egy kedvenc tánca, és amikor azt a zenét meghallja, akkor így áll föl, tehát ilyen nagyon-nagyon nehezen, és a táncot végig táncolja. Tehát, hogyha ő ott van, akkor azt a táncot minden alkalommal el kell táncolni, mert ez az ő kedvence, és ezért jön szívesen. Thank you.
Egyedülálló koncertélményben lehetett részük azoknak, akik ellátogattak a Németországból érkező Urban Accordion Orchestra Harmonika Együttes előadására. Az Újpetré megrendezett zenés délutára szép számmal érkeztek érdeklődők. A programról a faluban működő német nemzetiségi önkormányzat vezetője, Régert Brigitta beszélt stábunknak. Egy Németországból, Lipcséből érkező harmonika együttes jár nálunk itt a településen Újpetrén, és hát ez egy nagy megtiszteltetés itt a környéknek is, és nekünk is. És azért mondom így, hogy a környéknek, mert 8 település állt azért össze, hogy ez a mai este létrejöhessen. Egy lehetőség érkezett, hogy vendégül láthatóak. Itt Magyarországon, a délvidéken több településre is elmennek, nem csak itt hozzánk Újpetrére, és hát rögtön lecsaptam a lehetőségre, mint a német önkormányzat vezetője, és el is fogadták a meghívásunkat. Nagyon ösztönző volt számukra az, hogy itt közös összefogásban fog zajlani a rendezvény. A Lipcséből érkező zenekar színes repertoárral készült magyarországi koncertsorozatára. Igyekeznek a régebbi, hagyományos dallamokon felül modern darabokat is játszani, így minden korosztály számára élvezetes koncertet nyújthatnak. Wir kommen aus Leipzig und Umgebung, sind ungefähr 80 Musiker und spielen ein Rock- und Pop-Programm unterschiedlichsten Charakteristiken und sind zur Konzertreise nach Ungarn gekommen, spielen 5 Konzerte und haben sowohl Popmusik, Rockmusik, aber haben auch klassische Volkslieder aus Ungarn mitgebracht. Wir haben sowohl moderne Lieder mitgebracht, die im Radio laufen, wir haben aber auch Rockmusik, wir haben viele Tänze mitgebracht, 2 ungarische Volkslieder dabei und so ein bisschen Eurovision Song Contest Musik. Ich finde, die Musiker zum einen haben Spaß, lernen die ungarische Kultur kennen, sie kommen mal raus, sie können zeigen, was sie gelernt haben über die vielen Jahre. Es sind ja alles Schüler, junge Musiker von 14 bis 40 Jahre, die da mitwirken, aber auch für die Menschen in der Umgebung, dass es einen Konzertort gibt, dass sie die Möglichkeit haben, ein tolles Konzert von 1,5 Stunden zu erleben und dass sie einfach eine tolle Musik, eine tolle Zeit haben. A zenekar közel 100 főből áll. A teljes koncertélmény érdekében az együttes énekkarral, valamint ütős együttessel is büszkélkedhet. Az újpetrei koncerten ezek mellett gitárkísérettel álltak színpadra. A faluban működő német önkormányzat a koncertek mellett még számtalan színes programmal várja az érdeklődőket. Nagyon sok programunk van az évben, ezt azért így elmondhatom, hogy kiemelkedőnek számítunk itt a térségben. Főként együttműködésben tartjuk a rendezvényeinket a helyi civil szervezetekkel, az ifjúsági egyesülettel és a hagyományőrző egyesülettel. Az év eleje az inkább az ifjúsági egyesület javára dől, ha így mondhatom. Húsvétoló rendezvényünk van, gyereknapunk van, és ez mind közösen. Ami még egy nagyon fontos pontja ezeknek a dolgoknak, hogy a cigány nemzetiségi önkormányzat is mindig kiveszi a részét ezeken a rendezvényeken. Az év második felében fúvószenekari találkozóval készülünk szeptemberben. Tavaly volt az első, nagyon nagy sikerrel, 3-4 fúvószenekar mutatja itt meg magát nálunk akkor a színpadon, és hát a közönség létszámát csak becsülni tudjuk, de 400 fő körül jártunk tavaly, úgyhogy bízunk benne, hogy idén is szép számban lesz érdeklődő. Amit még fontosnak tartok, azok a karácsonyi rendezvényeink. Adventi rendezvény sorozatunk van, ami minden advent hétvégét érint. Ez szintén összefogásban mondható, a Rózsafűzér Társulaton át, az Ifjúsági Egyesületig, a Hagyományőrző Egyesületig, mindenki kicsit megmutathatja magát minden oldaláról, saját oldaláról főként, és hát ennek az összefogója a német önkormányzat és a cigány nemzetiségi önkormányzat. A fiatalok bevonása a nemzetiségi programokban nem egyszerű feladat. Régert Brigitta, az újpetrei német önkormányzat vezetője úgy gondolja, ez a vezetők feladata. Én úgy gondolom, hogy
ez nekünk vezetőknek a kezében van. Ezt muszáj egy kicsit, nem is azt mondom, hogy erőltetni, de megismertetni, és mindig napi szinten tartani, hogy ez mennyire fontos, hogy honnan származunk, honnan indultunk, hogy mi alakította ki azt a kultúrát, ami itt Újpestén is megmutatja magát. És ebben nagyon nagy segítség az Ifjúsági Egyesület, illetve a Hagyományőrző Egyesület, ahol ifjúsági fúvószenekar és tánccsoport is működik a mai napig. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a fiatalok megismerhetik ezt a kultúrát, megkedvelhetik, és kivehetik a részüket a közös munkában. A hagyományőrző programok nagyban hozzájárulnak a falu kulturális életéhez. Ezek azok, amelyek igazán összetartják a közösséget, ezért igyekeznek minél több ilyen programot szervezni. Mindenképp fontosak. Egy ilyen koncert jobban megmozgatja a lakosságot. Egy ilyen harmonika együttes, vagy akár egy fúvószenekari találkozó mindig minden korosztályt érinthet. A kicsitől, a nagyig, a szülőkön át, a nyugdíjas nagymamáig, nagypapáig, és ez fontos, hogy összekovácsolja a közösséget. A program 6 település: Újpetre, Pécsdevecser, Kiskassa, Balkonya, Vokány, valamint Iván Batyán közös munkájából jött létre. Ez is mutatja, az összefogásnak mekkora szerepe van. A szervezők remélik, a közeljövőben is tudnak majd ehhez hasonló programokat szervezni. Nagy sikerrel zajlott az idei Sétatér Fesztivál Pécsen. Az egyik fellépő Dániel Figergő színész énekes volt, aki zenekarával együtt szórakoztatta a közönséget. Saját szerzeményei csendültek fel a nyári estén. Vele beszélgettünk a fesztiválon. Meghívást kapott Dániel Figergői zenekara az idei Sétatér Fesztiválra. Nem először jár Pécsen, szereti a várost, annak hangulatát, közönségét. Ajándék számára a pécsi tartózkodás, zenekara 6 éves lesz hamarosan. Mindig is az volt a vágyam, hogy legyen egy zenekarom, legyen egy baráti köröm, egy társaságom, akikkel mi együtt toljuk ezt a szekeret, együtt utazunk a buszba, és együtt koncertezünk, és egy ilyen egy családot így létrehozni lényegében. Egyre népszerűbbek, ugyanis a határon túlra is sikerült már eljutniuk koncertezni, ahonnan szintén jó emlékekkel tértek haza. Az igazából ilyen 2-3 koncert volt, tehát nem volt úgy turnénk, hogy akkor Erdélyben tolunk egy turnét, hanem az volt, hogy ahova hittek minket, elmentünk. Egy Gyergyó Szent Miklóson játszottunk például, 4-es Street zenekarra, az viszonyat nagy élmény volt szintén. Ezeket kell meglátni ebbe a zenédésbe, hogy utazhatunk, koncertezhetünk, és együtt lehetünk. És szerintem ez bármennyire is kicsit klisésre hangzik, de hogy ez nekem ez nagy dolog, és örülök neki. Többféle műfajba is elkalandozik, mindenféle zene megtalálható repertoárjában. Maga írja dalait, eddig 3 albumuk jelent meg, most írja a 4. Mindent én írok, és beviszem a zenekarnak már a majdhogy nem kész dalt, és akkor közösen megfejtegetjük, elmondják a véleményüket, de én abban hiszek, hogyha ha valakinek megszületik a fejébe egy gondolat, az vigye végig, mert úgy lesz jó. Klarinétoztam 3 évig, és szaxofonoztam 3 évig, és hát egy kicsit gitároztam még 1 évig. Latin, roma, pop irányba hajlik a zeneisége. Ennek különleges oka van.
azokban az akkordokban, azokban a dallamvilágokban olyan életérzés van, ami engem boldoggá tesz, olyan felszabadultál. És nem is tudom, hát ez tényleg csak, nem lehet ezt így megmagyarázni, mert hallgat az ember egy zenét, és vagy tetszik neki, vagy nem, és én ezeket szoktam hallgatni, a cigány zenét, népzenét is egyébként, csak megpróbálom egy kicsit ötvözni a pop világgal és a latin világgal, és akkor ebből lesz valami fajta Daniel Fi. A nyári koncert turnénk dalai lesznek hallhatóak ma este folyamán, amit egyébként majd jövőre bővítünk a negyedik lemezzel, tehát lényegében néhány dal már mostanában fog felcsendülni utoljára ezen a nyáron. Daniel Fi Gergő azt mondja, a színész és a zenész életet jól össze lehet egyeztetni, ehhez pedig egy jó határidőnapló kell. Most azonban a zenélés van előbbre az életében. A 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában az év felfedezettje díj nyertesének. Véget ért a Pécsi Kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!